Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jela Jászmin Grész vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Nem történt bűncselekmény, jelenleg is folyik a Paks külterületén talált holttest azonosítása. Mentálisan sérült fiatal nőt kényszerített prostitúcióra, kegyetlen sors várta most kiszabadított fiatal áldozatra. Hamvazó szerda, február 22-én kezdetét vette a 40 napos böjt. Maskarát öltöttek, Bonyhádon a húshagyó kedden tartották a farsangot. A rendőrség kizárta a bűncselekmény gyanúját a Paks külterületén Ürgemezőn megtalált holttest kapcsán. Jelenleg az azonosítás folyik, az már tudható, hogy egy 60 év körüli nő holttestére bukkantak az elmúlt héten. Paks külterületén az Ürgemezei útnál talált egy női holttestet egy helyi férfi február 16-án. A kiérkező rendőrök a helyszínelés során megállapították, hogy nem történt bűncselekmény. A holttest már legalább fél éve lehetett az adott területen, ezért olyan szintű bomlási folyamatok indultak el, amely alapján már konkrétan megállapítani a személy azonosságát az elhunyt személynek nem lehet. Elmondjuk azt is, hogy a helyszínen a holttest mellett egy női személy nevére kiállított személyigazolványt is találtak kollégáim, ezért erős feltételezés arra vonatkozóan, hogy a holttest, illetve a személyigazolvány tulajdonosa ugyanaz a személy. A bonyolult azonosítási folyamat jelenleg is zajlik, mondja a szóvivő. DNS mintavételre van szükség, illetve a DNS mintáknak az összehasonlítását követően fogjuk csak 100%-os bizonyossággal azt kimondani, hogy ki volt az elhunyt személy, hiszen nem mindegy az, hogy kollégáim kinek a halála esete kapcsán indítanak eljárást, illetve az, hogy a családtagja majd kit fog tudni eltemetni, vagy valóban azt a személyt fogja tudni eltemetni, akiről mi jelenleg feltételezzük, hogy a helyszínen megtalálásra került. Az elmúlt napokban az esettel kapcsolatban több téves információ is megjelent. Komlósiné Kis Anett elmondta, hogy jelenleg a Paksi rendőrkapitányságon közigazgatási hatósági eljárásként vizsgálják az ügyet, illetve semmi nem utalt arra, hogy bűncselekmény történt volna. A másik nagyon fontos feltételezés volt az, hogy a város különböző pontjain találták meg a holttestnek a maradványait. Ez sem igaz, hiszen a holttest egy körülbelül 50 méteres körben került feltalálásra. Egymástól külön volt valóban az alsó test, a felső test, illetve a koponya, de ennek az oka feltehetően az, hogy a hosszú idő eltelte alatt a vadak voltak azok, amelyek elvitték a bomlási folyamatban lévő test részeit egymástól. Az egyenruhások szeretnék felhívni mindenki figyelmét, hogy a továbbiakban csak a rendőrség által kiadott hiteles információkból tájékozódjanak. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság több mint egy évtizede működik együtt a Magyar Vörös Kereszttel, melynek keretében évente több alkalommal szerveznek víradónapot. A február 21-én megtartott kitelepülésen ezúttal 18 egyenruhás nyújtotta a karját. A hagyományhoz évről évre új munkatársak csatlakoznak, akik így hozzájárulnak a rászorulók életének megmentéséhez. A Magyar Vörös Kereszt 2012-ben véradóbarát munkahelyé nyilvánította a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányságot, ahol a dolgozók továbbra is igyekeznek segíteni az országos vérellátás zavartalanságának biztosítása érdekében. A kormány fél évvel ismét meghosszabbítja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet, mert az illegális migráció továbbra is fenyegeti Magyarországot, közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ kedden. Közleményük szerint a tömeges bevándorlás 2015 óta folyamatosan sújtja Európát, a legaktívabb továbbra is a balkáni útvonal. A KTK úgy folytatta, a nemzetközi embercsempész hálózatok folyamatosan szállítják a magyar határhoz a migránsokat. Tavaly 270 ezer illegális határátlépést akadályoztak meg a hatóságok, amely a korábbi évhez képest több mint kétszeres emelkedés jelent. Felhívták a figyelmet arra, hogy a déli határ mentén jelenleg is migránsok ezrei gyülekeznek, gyakran tanúsítanak erőszakos, illetve agresszív magatartást a határt védő rendőrökkel.
Az ukrajnai háború világossá tette, hogy a globális energiaellátás és energiabiztonság milyen törékeny, sérülékeny, közölte Szijjártó Péter szerdán. A külgazdasági és külügyminiszter aláhúzta, hogy a globális energiapiac szélsőséges mozgása, a nemzetközi energiaügyek átpolitizálása és az egekbe szálló árak nyomán minden eddiginél világosabbá vált, hogy a jövőben az az ország lesz erős, amely képes előállítani egy jelentős részét saját energiaszükségletének. Elmondta, Magyarország esetében ez kizárólag a nukleáris energia révén lehetséges, amely olcsó, fenntartható és biztonságos módja az energiatermelésnek, amely nélkül Európa és a világ képtelen lenne elérni zöld célkitűzéseit. Magyarország elkötelezett a nukleáris energia használatának növelése és a nukleáris biztonság fejlesztése mellett. És ennek alapján építjük az új paksi blokkokat, amelyek Magyarország hosszú távú energiaellátás biztonságának a garanciáját jelentik. Ugye most a nukleáris energiából fedezzük az ország villamosenergia felhasználásának 1/3-át. A két új blokkal ez az arány 70%-ra fog nőni. Azzal, hogy megépítjük a két új blokkot, évente 17 millió tonna széndioxid kibocsátását előzzük meg, és kiváltjuk körülbelül 4,5 milliárd köbméternyi földgáz használatát évente. Mentálisan sérült fiatal nőt kényszerített prostitúcióra egy házaspár. Az áldozatot rendszeresen ütötték, vágták. Ő annyira félt a veréstől, hogy emiatt volt, hogy 18 férfival volt együtt egyetlen nap alatt. Csak hogy elkerülje a fizikai erőszakot. A kerítőket végül elfogták, az ügyükben most született ítélet. Előbb a házukba fogadta a súlyosan sérült fiatal lányt a házaspár, majd abuzálni kezdték, intim képeket készítettek róla, majd azokat egy erotikus társkeresőre töltötték fel. Volt, hogy naponta 18 férfit kellett kielégítenie. Az áldozatot Európa több országában is apartmanokban dolgoztatták. A prostitúcióra kényszerített nő aztán egyszer csak megszökött, de az új szállásadói ugyanarra a tevékenységre kényszerítették, amit korábban is művelnie kellett. Végül feljelentést tette az ügyben most született ítélet. A szexuális törvényszék ítéletet hirdetett emberkereskedelem büntető ügyében több vádlottal szemben. Az első és a másodrendű vádlottat, akik egyébként élettársi viszonyban éltek egymással, bűnösnek mondta ki, folytatólagosan társtettesként elkövetett emberkereskedelem büntetében kerítés büntettében, ezért őket halmazati büntetésül az elsőrendű vádlottat 9 év fegyházra, a másodrendű vádlottat pedig 6 év fegyházra ítélte. A bíró most azt a két vádlottat is elítélte, akik másodjára is kényszerítették az értelmi fogyatékos áldozatot. A harmad és negyedrendű vádlottakat szintén bűnösnek mondta ki, társtettesként folytatólagosan elkövetett kerítés büntettében, ezért őket 3, illetve 2 év börtönbüntetésre és pénzbüntetésre ítélte. Az ügy ezzel még nem ért véget, mert mind a négy vádlott felmentésért fellebbezett. Az ügyész viszont mindannyiuk esetében szigorúbb büntetést szeretne elérni. Idén február 22-ére esik hamvazó szerda, a húsvét előtti nagyböjt kezdete. Utóbbi szabályait az egyház mára enyhítette, csak hamvazó szerdára és nagypéntekre ír elő szigorú előírásokat. A 18 és 60 év közötti hívek csak 3-szor étkezhetnek, és 1-szer lakhatnak jól. Emellett különféle néphiedelmek is fűződnek az időszakhoz, például alkalmat adhat a haragosoknak a kibékülésre. Véget ért a farsangi szezon. Ennek lezárása 2023-ban február 21-ére esett. Ez a nap húshagyókedd napja volt, amikor is utoljára ehetnek húst azok, akik részt vesznek a katolikus egyház 40 napos böjtjén, mely a megtisztulásról, a bűnbánatról és az áldozatvállalásról szól. Utóbbi hamvazó szerdával kezdődik idén, február 22-én. A böjt az fontos, hiszen az embert önfegyelemre próbálja nevelni, hogy uralkodjunk az ösztöneinken, az érzelmi világunkon, és egy kicsit hogy bűnbánatot gyakoroljunk. A bőjtnek ez a jelentősége, hogy meghozza az ember szívében a bűnbánatot. Mindig egy tisztulási idő volt, egy testi-szellemi tisztulási idő, ez a 40 nap, hogy felkészüljünk a húsvétre, a feltámadásra.
A szigorú böjt már csak nagypéntekre is hamvazó szerdára szól. Ekkor a 18 és 60 év közötti hívek a nap folyamán háromszor étkezhetnek és egyszer lakhatnak jól. Alapvetően egyházi ünnep, de számos népszokás is kötődik ehhez az időszakhoz. A lányok ilyenkor rony vagy tehénszőr labdával labdáztak, köcsögöt dobáltak. A labdázásra az Alföldről, a köcsögdobálásra, csutizásra, csöntörözésre főként a Dunántúról vannak adatok. A böjt időszak egyben a tavasszal, a tavaszvárással is összekapcsolódik. Tehát a böjt, a hústól való tartózkodás az nem zárta ki a különféle táncos vagy párkereső jellegű összejöveteleket, ami egy ilyen érdekes kettőség, hogy ugye a karneváli szezon véget ért, de ugyanakkor bizonyos közös játékok, közös mondókák, liturgikus alapokon nyugvó énekek, azok a böjti időszakban is elég elterjedtek voltak. A katolikus egyház ezzel a 40 nappal emlékezik meg a zsidók pusztában való vonulásáról, ami a Biblia szerint 40 évig tartott, míg végül elértek az ígéret földjére. Magyarország elsőként tette a méhészetet adómentessé, elsőként adott beporzási támogatást, és elsőként fogja ténylegesen felsorolni a címkén, mely országokból származik a méz, hiszen a termelők és a fogyasztók védelme így biztosított, mondta Nagy István. Az agrárminiszter arról is beszélt, hogy a méhészet kicsi ágazat a mezőgazdaságban, de kulcs szerepe van. Beporzás nélkül ugyanis nincs fenntartható fejlődés, fenntartható jövő. Emlékeztetette, a méhészeti szektorális támogatások esetében megmarad az 50-50%-os uniós és hazai társfinanszírozás, és 2023 és 2027 között a méhészeti ágazat a hazai forrással együtt mintegy 42,7 millió euró támogatásban részesül. Ugyanúgy igényelhető lesz a méhek után az állatjóléti támogatás, 15 euró jár méh családonként, részletezte. A Bonyhádi Vörös Marti Mihály Művelődési Központ hagyományai a szíván húshagyó kedden rendezte meg a városi farsangot. A település apraja nagyja maskarát öltött, hogy a helyi csoportok iskolás osztályok produkciói előtt zajos menetükkel messzire üzzék a telet. Hosszú sorban gyülekeztek a Bonyhádi Városi Farsang résztvevői. A településen régóta hagyomány, hogy húshagyó kedden közösen próbálják elűzni a telet. A farsangot minden évben egy adott téma köré szervezik, arra kérik ilyenkor a résztvevőket, hogy annak megfelelően válasszanak jelmezt. Volt mindenfajta az előző évben, például a mesék is megelevenedtek már, de idén egy nagyon fix téma alakult ki, már a műfáznak a kiállító termében egy fiatal alkotó, Kásler Viktória rajzai kerültek föl február elején a falakra. Ezek olyan rajzok, amik hírességeket elevenítenek meg, és erre húztuk rá a városi farsangot is. Így a jelmezesek között számos híresség bőrébe bújt gyerkőcöt lehetett felfedezni. Az esemény nem csak a diákokat és tanáraikat csalogatta ki a kaszinótérre, az idősebb generáció is örömmel vett részt a rendezvényen, ahol az előző évek hagyománya szerint a zajos városjárást kulturális műsorok követték. A Roxforti Varázsiskola diákjainak bőrébe a Széchenyi Általános Iskola 3. C-osztálya bújt, akik lelkesen készültek az elmúlt hetekben, hogy a lehető legszínvonalasabb műsorral álljanak ki a közönség elé a farsangi kavalkád alkalmával. Közös munka volt az én osztályfőnöktársammal. Ő a kreatív kivitelezője, tehát ő tervezte meg a vonatot, illetve a süveget és ezeket a kreatív kellékeket, én pedig a zenét, illetve a koreográfiát, a táncos részt valósítottam meg. A jó hangulatú Bonyhádi Városi Farsang alkalmával elégették a kiszebábot is, amit követően a résztvevők nem maradtak vendéglátás nélkül, teával, forralt borral és fánkkal készültek számukra a szervezők. Regionális híreink következnek. 500 millió kellene a buszsofőrök bérrendezésére, nem támogatta a városvezetés az ÖPE KDNP javaslatát. Pécs a paraúszás fellegvára, olimpikon sportolókat köszöntöttek a Magyar Parasport napja alkalmából. Több mint 12 millió forinttal károsították meg a sértetteket, ablakfelújítás címszó alatt csalt ki pénzt a 12 vádlott. 500 millió forint kellene arra, hogy emeljék a buszsofőrök fizetését Pécset. Péter fiék azonban nem akarnak forrást biztosítani erre a célra, mondta az ÖPE KDNP frakció vezetője.
Kővári János arra vonatkozó javaslatát, hogy a városvezetéshez kötődő internetes és nyomtatott újság kiadási jogát adja el az önkormányzat, nem támogatta a közgyűlés. A képviselő szerint abból az összegből megoldható lenne a pécsi buszközlekedés jelenlegi szinten tartása. Örök hűséget ígér a város, de csak olyan javaslatokat tesz, amik a választásnak szólnak. Így jellemezte az ÖPK-DNP frakció vezetője az idei évi pécsi költségvetést. Kővári János a számos probléma közül kiemelte, hogy Péter fiék nem akarnak forrás biztosítani a buszsofőrök bérének emelésére. Hangsúlyozta, hogy kiállnak a buszon utazó pécsiek és a sofőrök érdekei mellett, ezért be is nyújtottak egy javaslatot a közgyűlésen a 20%-os béremelés lehetséges forrására. Jó magam egyébként azt is javasoltam, hogy a buszközlekedést megtartandó, mert most már csak erről beszéltünk, hogy egyetlen legyen buszközlekedés. 500 millió forintra lenne szükség arra, hogy a gépkocsi vezetők kérését, a 20%-os béremelést teljesítse a város. Mivel erre ők nem jelöltek meg konkrét forrást, és most már tényleg ott tartunk, hogy nincsen elég buszvezető a buszos közlekedés biztosításához, ezzel javasoltam azt, hogy a pártpropaganda helyett, amit finanszíroznak, ehelyett költsék erre a pénzt, az 500 millió forintot. Ezt azonban nem támogatta a városvezetés. Kővári János, mikor szót kért, felhívta a polgármester figyelmét, hogy érzéketlen arra, amikor az idős nyugdíjas néni órákat vár a buszra, pusztán azért, mert a város nem biztosítja a megfelelő forrásokat. Erre Péterfi Attila azt mondta cinikusan, hogy ő nem nyugdíjas néni, és nem szeretne beleszólni a bértárgyalásokba. Kővári hozzátette, hogy ez a hozzáállás több kérés felvetésénél is jellemző volt a városatyára. Azt mondta, belvárosi képviselőként is tett javaslatokat, például azokra a műemlékvédelmi épületek felújítására, mint az egykori Bóbita Báb Színház, az Angsterház vagy a Szent Háromság szobor. Ezeknek a legalább a tervezésére, előkészítési költségére különítsenek el pénzt, ezt nem támogatták szintén. Egyetlen egy javaslatomat támogatta a közgyűlés, ez pedig az volt, hogy a Pécsi Nemzeti Színháznak a már megszavazott éves támogatás felett 200 millió forint többlet támogatást adjanak. Enélkül ugyanis a színház ellehetetlenül nem tudna működni. Legalább a teátrumot sikerült megmenteni, fűzte hozzá a képviselő. Több mint 12 millió forinttal károsított meg, közel 100 sértettet az a 12 személy, akik ellen vádat emelt a pécsi járási ügyészség. Az iratok szerint a két fő vádlott ablakfelújítás és szigetelés címszó alatt rendkívül kedvező áron ajánlott munkákat szerte az országban. A további 10 vádlott üzletkötőként tevékenykedett, akik a szerződések megkötésekor több 10 000 forinttól több 100 000 forintig terjedő összeget vettek át a sértettektől, ám a munkák végül nem valósultak meg. 1-5 évig terjedő szabadságvesztésre számíthatnak a csalók. Ablakfelújítást és szigetelést ajánlva csaptak be számos sértettet szerte az országban azok a személyek, akik ellen most emelt vádat a pécsi járási ügyészség. A vádirat szerint az első és másodrendű vádlottak gazdasági társaságok ügyvezetői voltak 2019 és 2022 között. További 10 vádlott a gazdasági társaságok számára üzletkötői munkát végzett. Az üzletkötők szerte az országban keresték fel a sértetteket, akiknek nyílászáró szigetelési és ablakfelújítási munkákat ajánlottak fel. Ilyenkor mindig egy forma nyomtatványt irattak alá, valamint bizonyos összeget is átvettek. Ezek jelentős összegek voltak, ugyanis több 10 000 forinttól, akár több 100 000 forintig terjedőleg vették át az összeget, illetőleg azt ajánlották, hogy egy éven belül fogják az ablakokat felújítani, illetőleg szigetelni is. Ugyanakkor a sértetteket nem tájékoztatták arról, hogy ezek az átvett összegek nem előlegnek minősülnek, hanem tulajdonképpen a magának a munkának a felmérése volt, tehát a felmérési díjként vették át, amely azonban nem jár vissza. A sértettek abban a tudatban adták át a több 10 000 forinttól több 100 000 forintig terjedő összeget, hogy előleget fizetnek. Többen lemondták a munkákat, kérték a visszafizetést, de nem kapták vissza a pénzt, mondván ez a felmérés díja. Ténylegesen azonban nem, vagy csak látszat felmérés történt, amit néhány percen belül végeztek el az üzletkötők. A cél az volt, hogy minél több, minél nagyobb összeget tudjanak így megszerezni. Ezen kívül energetikai tanúsítványt is ígértek a sértetteknek, azonban az általuk
általuk kiállított vagy kiállítatott ilyen okmányok nem feleltek meg a jogszabályi feltételeknek. A két év alatt majdnem 100 embert csaptak be, és közel 12 millió forintot szereztek itt meg jogosulatlanul. Cselekményeik elkövetésének célja a rendszeres haszonszerzés volt, ezért az ügyvezetőket és az üzletkötőket üzletszerűen elkövetett csalásbüntettével és csalásvédségével vádolja az ügyészség. Ennek büntetési tétele egyébként 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztés. Az eljárás során 12 embert gyanúsítottként kihallgattak, a többségük beismerte a bűncselekmény elkövetését. A két fő vádlott a kár jelentős részét pedig meg is térítette a károsultak részére. A paraúszás fellegvárában Pécset köszöntötték a város kiemelkedő sikereket elért sportolóit a Magyar Parasport napja alkalmából megrendezett ünnepségen. A kerekasztal beszélgetést Pásztori Dóra vezette, a folyosón pedig az érdeklődők fotókiállítást tekinthettek meg, valamint a paraúszók elhozták érmeiket is. A Magyar Parasport napját 2018 óta minden évben február 22-én ünnepeljük. A dátumválasztás szimbolikus, hiszen 1970-ben ezen a napon alakult meg a mozgásgátoltak Halasi Olivér sportklubja, a mozgásjavító intézmény falai között. Idén a paraúszás fellegvárában Pécsett a Parasport napjához kapcsolódva rendhagyó módon ünnepeltek. Az esemény egyik főszereplője Pásztori Dóra, kétszeres paralimpiai bajnok úszó volt, aki Angliában, Aylesbury-ben él, abban a városban, ahonnan a paralimpiai mozgalom elindult. Pécsiként, és ismerve az itteni sportéletet, nagyon-nagyon drukkoltam Zsófinak, meg egy picit egyébként egykori bajnokként így felelősségemnek is éreztem mindig, hogy én is hírt adjak az eredményekről, hogy felhívjam a figyelmet, amikor paralimpia van, úgyhogy nagyon-nagyon várom, és én mindenkinek mondom, hogy nézzék a paralimpiát, mert csúcs szuper élmény. A rendezvényen köszöntötték még mások mellett dr. Anatolij Petrov edzőt, Hoffmann Judit, Konkoly Zsófia és Sors Tamás paralimpiai bajnokokat, valamint Iván Bencét és Kovács Ervint, paralimpiai ezüst és bronzérmes úszókat. Tavaly fogalmazódott meg bennem, mikor találkoztam életemben először Hoffmann Judittal, és ugye tudnélik, ő 84-ben volt az első, aki megnyitotta ezt a pécsi sikerszériát, és amikor vele beszélgettem, ő tette szóvá, hogy nagyon szívesen megismerni az új generációt, nagyon szurkol nekik, de hogy még soha nem találkoztak. És akkor hát ez ütette el a magot a fejembe, és akkor elkezdtem szervezni. Nem volt egyszerű, mert ugye a Dóri Londonba él, és hogy a Magyar Parasport napjához kötjük, ami 22-e. Az eseményen a Magyar Úszószövetség is képviseltette magát. Mi a Magyar Úszószövetségben külön hangsúlyt feltettünk arra, hogy akár az országos bajnokságokon el tudnak indulni a paraúszók. Covid alatt is láttuk, hogy bezártak, és mi lehetőséget adtunk, vagy akár mondhatnám Becsei Jánost, hogy az olimpiai bajnokok testületében helyet kapott képviselve a paraúszást, vagy akár Pásztori Dóra és Anatolij Petrov pedig a Hall of Fame, tehát Magyar Úszó Sport halhatatlan közé beválasztottuk. Tehát, hogy én magam nagyon fontosnak tartom, és talán mondhatnám, hogy a szakmai segítséget Sós Csaba szélső kapitány révén azért megadjuk. Az ünnepség utáni kerekasztal beszélgetést Pásztori Dóra vezette, a folyosón pedig az érdeklődők fotókiállítást tekinthettek meg, valamint a paraúszók elhozták érmeiket is. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket még egyszer röviden. Nem történt bűncselekmény, jelenleg is folyik a Paks külterületén talált holttest azonosítása. Mentálisan sérült fiatal nőt kényszerített prostitúcióra, kegyetlen sors várt a most kiszabadított fiatal áldozatra. Hamvazó szerda február 22-én kezdetét vette a 40 napos böjt. Maskarát öltöttek, Bonyhádon a húshagyó kedden tartották a farsangot. Csütörtökön még nyugodt marad az idő, de már változó felhőzet fogja borítani az eget, számottevő csapadék napközben még nem várható. Gyenge marad a légmozgás, este országszerte vastagodik a felhőtakoró, éjjel kelet felé halad a szorványos, többnyire gyenge esőket adó csapadéksáv. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!